Az amerikai honi légvédelmi vadászgépek történetét tömören már bemutatta a csatorna. Lássuk, hogy mi történt a vasfüggöny túloldalán, következzen a szovjet honi légvédelmi vadászgépek fejlődésének története. De még mielőtt belekezdünk. A videó lektorai Hápas, Galkom és Szivka Miklós messze a lektorálás meghaladó mértékben járulták hozzá a tartalom elkészítéséhez. Az ő közreműködésük nélkül ez az anyag soha nem jöhetett volna létre. A II. Világháború után a szovjetek ellenőrzés alatt levő német megszállási övezetben és Berlinben a szovjetek saját szemükkel láthatták, hogy az amerikai és brit stratégiai bombázók mekkora pusztításra voltak képesek. A háború végén a japánra dobott két atombomba ezt emelte még sokadik hatványra. Már egyetlen bombázó is olyan mértékű pusztításra volt képes, amelyhez korábban több száz vagy akár ezres nagyságrendű négymotoros bombázó volt korábban szükséges. A II. Világháború utáni politikai légkör hamar megváltozott, a világháború alatt csak érdekből szövetséges Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Berlin a nyugati hatalmak által ellenőrzött megszállási zónáinak 1948 nyarán kezdődő szovjet blokkádjával a külpolitika változása célponttá tette a Szovjetuniót az amerikai stratégiai és az angol nagyhatótávolságú bombázóknak és az azok által hordozott atomfegyvereknek. Ez vezetett a szovjet honi légvédelmi vadászok megjelenéséhez, a légvédelmi rakétarendszerek fejlesztése és hadrendbe állításával párhuzamosan. Az, hogy minek a védelmét kellett megoldani, ahhoz első körben érdemes a térképre egy gyors pillantást vetni. Akkoriban, és nagyrészt még ma is, a szovjet gazdaság és populáció túlnyomó része nagyjából az ország nyugati felén az Urál vonaláig tartott. Attól keletre egy-két ipari központot leszámítva csak a végtelen tajga és tundra volt. Szibériában egy nagyjából kelet-nyugati sávban a transzszibériai vasút nyomvonalán kívül sem északra, sem délre nem volt se nagyváros, se fontos bányászati terület. Ennek megfelelően légvédelmi alakulat sem. Távol-keleten Vlagyivosztok és Kamcsatka környékén leszámítva egy vékony parti sávtól eltekintve sem volt védendő cél. Déli irányból a Kaszpi és Fekete-tenger felől lényegében a Moszkva, Leningrád és Kijev területekhez hasonló infrastruktúra sűrűség megvalósítható volt. Ezen peremfeltételek határozták meg a szükséges repülőgépek hatótávolságát és azok méretét azt figyelembe véve, hogy a támadó bombázók fegyverzete, sebessége és egyéb képességeik hogyan fejlődtek. A szovjet honi légvédelmi vadászok egy ideig az Egyesült Államokéval hasonló utat jártak be. Nagyjából ugyanazon vadászgépekkel vagy azok kismértékben módosított változatai látták el a feladatot, mint a front légierő vadászgépei. A bombázók lelövéséhez a szovjet tervezők is szükségesnek ítélték a nagykaliberű gépágyukat. Már a legelső nagyszámban gyártott vadászgép család, a MiG-15 ennek megfelelően két darab 23 mm-es és egy darab 37 mm-es űrméretű gépágyút kapott. Ez a repülőgép gyakorlatilag az F-86 amerikai megfelelője, de radarral nem rendelkezett, de még rádiótechnikai alapon működött céltávolságmérővel sem. Fegyverzetében irányítatlan rakéták nem voltak, a csöves tűzfegyverek maradtak alkalmazásban, csak a II. Világháborúhoz képest nagyobb tűzerővel. Ez a fegyverzet viszont vadászgépek ellen nem volt túl szerencsés a gépágyuk alacsony tűzgyorsasága és azok eltérő balisztikája miatt. Ez a koreai légiháború légiharcai során lett nyilvánvaló. Az első fedélzeti radarral, vagyis lokátorállomással ellátott szovjet honi légvédelmi vadászgép a MiG-17P és PF, illetve a JAK-25 volt. A Smaragd, oroszul Izumrud, NATO kód nevén Scan-Old lokátorállomás különlegessége, hogy külön volt célkereső és célkövető antenna, mint a későbbi légvédelmi rakétarendszereknél. A célkereső antenna sem a később megszokott volt, nem balra-jobbra legyezett a kereső antenna, hanem egy tengely körül egy irányba folyamatosan pörgetve volt, mint a korabeli S-25 Berkut lokátora. A legyezés oldalszögben 60 fok, helyszögben 26 fok volt, ezzel hatalmas térrészt legyezett be a 60 kW adó teljesítményű lokátor mindössze 1,3 másodperc alatt. Az ár, amit ezért, amit a mai szemmel kisméretű antenna miatt fizetni kellett, a felderítési távolság volt. A maximális hatótávolsága csak 12 km volt, de egy I-28 könnyű bombázót már csak 7,5 km távolságban volt képes érzékelni. Önálló célkeresése pont úgy alkalmatlan volt ez, mint a korai amerikai repülőgép fedélzeti radarok. A lokátor csak a célpont elfogás végfázisában történő megközelítést és a célzást segítette. Az alsó célkövető antenna kúpos pásztázással követte a befogott célt, ekkor a felső antennával a pásztázás szünetelt. A lokátor a MiG-17P és PF, MiG-19P és PM és a JAK-25 típusokon volt alkalmazva.
A MiG-17 család már első pillantása is feltűnő hasonlóságot mutat a MiG-15 típus családdal, a vadászgép az előtt egyenesági továbbfejlesztése. A MiG-17-es típus család ötféle fő változatát gyártották, az alap, F, P, PF és PFUA típusokat. A legnagyobb számban gyártott alapváltozata és a P változat még utánégető nélküli VK1A típusú hajtóművet alkalmaztak, csak az F, PF és PFU változat kapott utánégető fokozattal rendelkező hajtóművet. A felsoroltak közül a P és PF szolgált a honolégvédelmi erőknél. A PFU változat végül nem állt hadrendbe aktív alakulatnál. 2000-nél tesztelték, de az elégtelen képességgel bíró légiharc rakétája miatt kiképzettségekhez kerültek. A MiG-17-esek amúgy még utánégetővel sem voltak képesek vízszintes repülésben átlépni a hangsebességet. A cél a gyorsulás és az emelkedő képesség javítása volt, illetve a nagy magasságú fordulók végrehajtását segítette az utánégető, amikor a vadászgép már teljesítményhatáron repült. A bombázók mögé forduláskor nagy magasságban nagyon hasznos volt rövid ideig a plusz tolóerő, hogy a vadászgép ne lassuljon le. A MiG-17 PFU már nem csak radarral rendelkezett, de már megkapta az első irányított radarvezérlésű légiharcrakétát is a szovjet vadászgépek közül. Ez volt az RS-1U, másfajta kódolás szerint a K5 rakéta, NATO név és kódnéven az AA-1 alkali család első tagja. Ez nem csak a MiG-17 PFU-ra, hanem a JAK-25K vadászgépre is felszerelték, de végül egyik vadászgép sem került rendszeresítésre. Az RP-1U radar túl kicsi felderítési távolsága és az alkalmazott RS-1U rakéta túl nagy minimális megsemmisítési távolsága alkalmatlanná tette a komplexum használatát. Emiatt a MiG-17 család hadrendbe állított változatai nem rendelkeztek légiharcrakétával. A honi légvédelem aktív alakulatai így csak a P és PF változatot repülték. A MiG-17P változatból 1953-ban 178 darab, a P változatból 1904 és 1956 között 706 példány készült. Mindkét változat már a gyártás megkezdésének évében hadrendbe állt. A következő nagyobb számban gyártott honi légvédelmi vadászgép a MiG-19P és PM volt. Ez a vadászgép család is még közvetlen leszármazottja a MiG-15-nek, a hasonlóság továbbra is gyönyörködtet. A MiG a továbbfejlesztéseknek köszönhetően vízszintes repülésben rakétafegyverzet nélkül képes volt elérni az 1,3 Mach sebességet. A MiG-19P változat rendelkezett radarral, de radarvezérésű légharcrakétával még nem. A későbbi korszerűsítésnek hála a géppark egy része megkapta a kis hatótávolságú infravörös vezérlésű R3S, NATO néven és kódnéven AA-2A Atoll légiharcrakétát. A MiG-19PM az RP-2U lokátorállomással már képessé vált a továbbfejlesztett RS-2U rakéta alkalmazására. Ennek NATO jele szintén AA-1 alkali volt. Ez másfél és 3,5 km távolságban volt alkalmazható, csak a cél hátsó fél-légteréből volt indítható a rakéta. A rakéta orosz terminológiával mechanikus távirányítást alkalmazott. Ezt a vezérlést egyes források pontatlanul vezetősugaras rávezetésnek, angol terminológiával beam ridingnak hívják. A módszer lényege, hogy a cél körüli kúpos lejjezés megvalósító nyaláb 90 fokonként dupla impulzus sugároz ki, és a két impulzus ismétlődési ideje kódolja a rakéta számára az információt, hogy a cél melyik irányába esik tőle. A rakétával lényegében csak nem manőverező célok leküzdése volt lehetséges, ezért ez a korai vezérlési módszer gyorsan ki is halt. A rakétafegyverzet alkalmazásának azonban ára volt. A MiG-19PM vadászgépen a gépágyú fegyverzetet beáldozták a 4 darab RS-2U-2 rakétáért cserébe. A vadászgép a szárnyak alatt 1-1 vagy 2-2 darab rakétát hordozhatott. 4 darab rakéta esetén a vadászgép valószínűleg nem volt képes már átlépni a hangsebességet és a hatótávolságát is számottevően korlátozhatta. A rakéták lényegében kisebb bombák méretével és légellenállásával rendelkeztek. A MiG-19P változatból 1956 és 1958 között 443 darab, a P variánsból 1956 és 1960 között 369 darab készült. A rakétafegyverzetes PM változat 1957 novemberében állt rendszerbe. A mennyiségekhez még annyit, hogy ez természetesen a teljes legyártott darabszám, de nem az összes gép került a honi légvédelemhez. Például a MiG-19PM esetében a 369-ből közel 120 példány exportra került. Tehát körülbelül olyan 240 darab MiG-29PM-en osztozott a front légierő és a honi légvédelem. Ez a fajta osztozkodás nem volt egyedi, nem egy olyan vadászgép típus volt, amit mindkét haderő nem alkalmazott. Az 50-es évek közepére fejlesztették ki, nagyobb hatótávolsággal, kizárólag a honi légvédelem számára a JAK-25 típust.
Ennek a kinézetén erősen visszaköszön a német második világháborús éjszakai vadászok koncepciója. A repülőgép inkább néz ki bombázónak, mint vadászgépnek. A kinézete első látása is nyilvánvalóvá tette, hogy vadászgépek elleni alkalmazhatósága fel sem merült, csak bombázó lehetett a vadászgép célpontjai között. Ennél a vadászgépnél jelen meg először a későbbi hagyományossá váló radarantenna beépítés nagyméretű orrkup mögötti antennával. A JAK-25 is a Smaragd családba tartozó RP-1D lokátorral rendelkezett, maximálisan 12 km felderítési távolsággal, viszont irányított légiharcrakéta a fegyverzet nélkül. Fegyverzett a két darab 37 mm-es N-37L gépágyú, összesen 100 darab lőszerrel. A gépágyú tűzgyorsasága nagyon alacsony, csak 400 lövés per perc volt. Tehát ez összesen 15 másodperces tűzcsapást tett lehetővé. A JAK-25M már az RP-6 sólyom, oroszul Szokol, NATO kódnéven Scan 3 lokátort kapta, maximálisan 16 km-es felderítési távolsággal, de a fegyverzete nem változott. A JAK-25 alapváltozatából lényegében csak egy előszéria készült 67 darabos mennyiséggel, az M változatból 406 példány. A JAK-25 mindkét változata a gyártás megkezdésének évében már hadrendbe állt. Az eddig tárgyalt három vadászgép családon belül a lokátorállomás ugyanazon alaptechnológiát használta, csak kisebb-nagyobb részegységekben tértek el. Ezért is ugyanaz az állomás elnevezés, hogy Smaragd, csak a típusjelzés változott. Ez amiatt volt, hogy a műszerblokkokat, illetve az indikátort máshogy, máshová kellett rögzíteni, stb., de harcászatilag lényegében azonos képességekkel rendelkeztek. Ezek a vadászgépek még mindig szubszonikus, vagy már hangsebesség határán repülő bombázók elfogására készültek. Ezek a B-36, B-47 és B-52 bombázókat jelentették, az 50-es évek elejétől az évtized vége felé haladva. Azonban az 50-es évek közepén felsejlett már a szuperszonikus korszak a bombázóknál is. A B-58 Hustler első felszállását 1956 novemberében teljesítette. Ez előre vetítette a kétszeres hangsebességre képes bombázók hadrendbeállítását, amit a honi légvédelem nem hagyhatott szó nélkül. Ennek a fenyegetésnek az elhárítása több nagyon fontos műszaki paraméterre volt hatással, számottevően megemelte a szükséges műszaki színvonalat a sikeres lelövéshez. A szuperszonikus sebességű bombázók megjelenése szükségessé tette a vadászgépek csúcssebességének növelését. Ez nem csak azért volt kívánatos, hogy adott esetben hátsó légtérből a cél mögé fordulva lőjék le a célpontot, hanem hogy a nagy sebességgel közeledő célpont közelébe egyáltalán időben odaérjen a vadászgép. Kétszeres hangsebességű célnál a cél mögé fordulás már önmagában problémás, nagyon precíz rávezetést és manőverezést igényelt. Emiatt az az elvárás is megjelent, hogy ne csak a cél hátsó fél légteréből legyen lehetséges egy célpont lelövése. Ehhez viszont szükséges volt a radarok felderítési távolságának drámai megnövelése. Csak egy egyszerű példával, hogy érthető legyen ennek mértéke. Amikor kismértékben oldalról és szemből közelített, kb. 400 m/szekundum relatív sebességhez egymáshoz egy szubszonikus MiG-17 és B-47, akkor 12 km felderítési távolsággal ez nagyságrendileg 30 másodperc alatt csökken nullára. A célpont és a vadászgép sebesség és a dupájára nő, hogy ez a 30 másodperc körüli időablak megmaradjon, akkor már kb. 30 km felderítési távolság szükséges. De mivel egy komplexebb radar és rakéta esetén ezenek alkalmazási ideje nő, lényegében minimum 40-50 km-es felderítési távolság szükséges. Ehhez alapvetően az adóteljesítmény növelése és nagyobb antenna is szükséges. Az utóbbi viszont a repülőgép homlok felületét növeli meg, tehát annak légellenállását is. A nagyobb sebesség biztosításához az utánégetős turbojet hajtóművek új generációja volt szükséges, ami képes volt a szükséges tolóerő biztosítására. Mivel a repülőgépek homlokfelülete relatíve nagy volt a kisméretű frontvadászokhoz képest, ennek kompenzálása még nagyobb tolóerőt kívánt meg az elődökhöz képest, nem csak az elvárt nagyobb sebesség. A honi légvédelmi vadászgépek fejlesztésénél a rakétakorszak szemlélete nagyon komoly nyomot hagyott azok tervezési filozófiáján. 1953-ban Lavocskinos Tihomirov, a későbbi Kub légvédelmi rakétarendszer főtervezője azzal az ötlettel állt elő, hogy a honi vadászok feladata csak a rakéták odaszállítása a cél közelében legyen, a vadászokat automatizált földi rendszer irányítsa, és ne csak információval lássa el a pilótákat. Ezt végül nem sikerült megvalósítani, de a rávezetést a földi radarok által és a beszéd nélküli elfogási parancsok továbbításait automatizált rávezetési rendszer biztosította. Ezekről majd később. Az 50-es évek végi vadászgépek további reszelgetésével a feladat megoldhatatlan volt.
Így a Honi légvédelem kiírta a követelményt egy olyan szuperszonikus Honi elfogó vadászgép kifejlesztésére, ami a reptértől 1000 km távolságban képes a célpontjára rakétát indítani, majd hazatérni. Az U-2-es S-75 Jeszna rendszerre történő lelövése, amikor a vadászgépek csődöt mondtak, akkor az annyira a légvédelmi rakéták felé tolta el Hruscsov szimpátiáját, hogy az 50-es évek végén a Honi légvédelmi repülőerőt a megszűnés veszélye fenyegette. Na, ebben a hangulatban futottak neki az új generációs vadászgép tervezésének. Már a tervezési specifikáció megfogalmazásakor látszott, hogy csak számottevően nagyobb és nehezebb vadászgépek lehetnek képesek az elvárt paraméterek teljesítésére, vagy legalább alulról közelítésére. Szó sem volt arról, hogy majd ezeket az új típusokat a front légierő is alkalmazhatná. Ez a tömegnövekedés amúgy nem volt egyedi jelenség. Az utolsó amerikai honi légvédelmi vadászgép, az F-106 már 11 tonnás üres tömeggel bírt, ameddig az eredeti elvárásoktól elmaradó F-102 még csak körülbelül 9 tonnás volt. Na, ehhez képest a korábbi MiG-19-esek közül is a legnehezebb is alig 5 tonna tömegű volt. Ezzel szemben a következő generációban hadrendbe állított honi légvédelmi vadászok közül a legkönnyebb is 7,5 tonnás volt, a legnehezebb meg könnyed 24 tonna. A szovjet honi légvédelmi vadászok második hullámában érkező típusok fejlesztésénél nagyjából 3 irányvonal jutott el a hadrend beállításig. Az egyik a nagy magasságú és sebességű, de az 1000 km-es hatósugártól messze elmaradó Su-9 és 11, illetve a Su-15 típusok. Az első kettő végül csak átmeneti típus lett, azok számtalan problémája miatt. A nagy ható távolságú csapásirányt a JAK-28P és minden idők legnagyobb és legnehezebb vadászgépe, a Tu-128 jelentették. Mindkettő inkább egy bombázóra emlékeztetett külsőleg. Ennek a generációnak a vége, és talán a csúcsának is tekinthető típus a MiG-25 család lett, ez képes volt egyesíteni a két fenti irány előnyeit is. Ennek megfelelő lett az ára is. A honi légvédelmi vadászok első generációi közül a MiG-17 és MiG-19-es családot használta a front légierő is, addig a honi légvédelem a MiG-21-est soha nem használta. A Su-9-es vadászgép egy lényegében felskálázott MiG-21-es. A későbbi MiG-23-ast a honi légvédelem lényegében csak kényszerből állította később hadrendbe a MiG-25 mellett, az eredeti tervek ezzel nem számoltak. Egy kis kiegészítés még a fegyverzethez. Annak ellenére, hogy a szemből támadás volt kívánatos, a kétszeres hangsebességű típusok mindegyik légiharcrakétájának volt infravörös vezérlésű változata is. Annak ellenére, hogy egészen a 70-es évek második feléig nem voltak szemből vagy oldal is indítható infravörös vezérlésű légiharcrakéták. Kísérő vadászgépekre és légiharcra egyáltalán nem számítottak, a honi légvédelmi vadász szerepe csak a rakéták indítási távolságba való szállítása volt. Ez amúgy a klasszikus vadászgépeknél is lényegében így van. Csak a vadászgépek közötti összecsapásnál elvárás volt a nagy túlterhelési fordulóban történő célzás, célkövetés és rakétaindítás. De ennek megvalósítása is a 70-es évek második felére volt tehető, de bizonyos szempontból inkább csak a 80-as évek elejére. A második hullámban érkező első típus a Su-9 és annak továbbfejlesztése a Su-11 volt. Ezen gépek szolgálata nagyjából a katasztrófa jelzővel írható le. Az F-104 Starfighterről szóló videóban már láthattuk, hogy nagyjából mi jellemezte a sokak által özvegy csinálónak titulált típust és a későbbi vadászgépeket. A német F-104-esek még kis magasságú bevetéseket repülve is képesek voltak 10 év szolgálat után a kb. 20 gép per 100.000 óra, vagyis nagyjából 5000 óránként egy gépesztesség mutatót elérni a szolgálatuk második felében. Ezzel szemben a Su-11-ből még a hadrend beállítása utáni 10. évben is 2100 óránként veszett oda egy példány repesemény következtében. A legrosszabb évben 1961-ben 677 repült óraként veszett oda egy Su-9-es. Jól látható, hogy még az 50-es évek korai típusaihoz képest is elborzasztó ez az arány. És ehhez jöttek még a földi hajtómű tűzből származó további gépvesztességek. A korábbi MiG-19 és a korábbi Su-15 nagyjából 6-szor kisebb fajlagos veszteséggel bírt. A Su-9 és 11 szolgálata emiatt viszonylag rövid életű volt. 1958 és 1961 között gyártották a Su-9-est, 1014 példány készült belőle. A Su-11-ből 1962 és 1965 között mindössze csak 108 példány készült. A Su-9-es a Szovjetunióba hurcolt német mérnökök által tervezett lokátort kapott. Ez volt a CD-30 típusú, NATO kódnevén Spin Scan lokátorállomás.
Ez a smaragd családhoz képest csak egyetlen 60 cm-es Cassegrain antennával rendelkezett, de a smaragd családhoz hasonlóan 60 kW adó teljesítménye volt. Ennek maximális célfelderítési távolsága 20 km volt, Tu-16 bombázó méretű célt 16 km-ről tudott követésbe venni. A gép az RS-2US NATO jele AA-1 alkali rakétát hordozta, melyet a lokátorhoz módosítottak. Ezzel a rakétával 1959-ben állt hadrendbe a típus. A Su-9-es nem rendelkezett beépített gépágyúval. Ez volt a legkönnyebb vadászgép a második generációban érkezők közül 7,5 tonnás üres tömeggel. A Su-11 már képes volt elérni a hangsebesség kétszeresét. A vadászgép új lokátorállomást kapott, az RP-11 Orel, vagyis SAS, NATO kódnevén Skip Spint. Ezzel a felderítési távolság Tu-16 ellen már 35 km-re nőtt. Nem csak a felderítési távolság nőtt, de ezzel egy új rakéta család is alkalmazhatóvá vált, az R-8M légiharcrakéta. Ez már új elve működő, félaktív vezérlést használta. Ezzel már a célok szemből támadása is lehetségessé vált. A rakéta infravörös vezérléssel bíró változata az R-8M1 volt. A Su-11 sem rendelkezett beépített gépágyúval, a gép a változtatások miatt viszont körülbelül 1 tonnával lett nehezebb a Su-9-hez képest. A katasztrofális üzemeltetési mutatók miatt az első Su-9-es alakulatok már 1966 végén megkezdték a típus selejtezését, amikor a Su-11-es gyártása alig ért véget. A két balszerencsés típus gyakorlatilag szinte teljesen eltűnt a honi légvédelem állományából a 70-es évek végére. Az utolsó alakulat, ami ezeket használta, 1980-ban adta le az akkor már elevult gépeket. A Su-11 gyártásával és hadrendbeállításával párhuzamosan zajlott a JAK-28P gyártása és rendszeresítése is. A Jakovlyev tervező iroda a Su-11 lokátorát és fegyverzetét tervezte ráaplikálni a JAK-28 bombázójára. Gondolták, ha már a hagyományosan bombázókat tervező Tupoljev iroda is beszállt a versenybe, akkor ők miért ne? Ez a koncepció is egyértelműen a II. Világháborús német nehéz vadászgépekre hajazott. 1960. augusztusára elkészült az első prototípus az R-8M1 infravörös rakétával, de ekkor még az Orel radar nem volt beépítve a gépbe. Azonban a tesztek sikeresek voltak, 5 célpontból 4-et lelőttek, ezek ernyőn függő infrabombák és távirányítású I-28-as közepes bombázók voltak. 1960. novemberében folytatott teszteken két darab R-8M rakétával a 11 tonna tömegű gép 18 km maximális repülési magasságot, 12 km magasan repülve 1950 km/h sebességet ért el. Ezeknek az eredményeknek annyira megörült a kormány, hogy elrendelte a gép sorozatgyártását 1961. november 27-én. Innentől fogva a dolgok azonban érdekes fordulatot vettek. Ugyanis a hivatalos katonai állami átvétel ekkor még nem történt meg, és erre később sem került sor. 1962 végén párhuzamosan megindult a sorozatgyártás és az állami átvétel és a fegyveres erőknél. A tesztelés elhúzódott egészen 1964-ig. Ugyan a repülőgép megfelelt a kiírásoknak, hivatalosan rendszeresítése sohasem került annak ellenére, hogy több mint két évtizedig repültek a gépekkel úgy, hogy 630 darab JAK-28P készült. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy a JAK-28P valami jelentéktelen kis szériás sorozat volt, mint az elhasalt MiG-17 PFU. Sok problémája volt a típusnak. Például a katapultölései rendkívül megbízhatatlanul működtek. A géppel repülni sem volt egyszerű, nem volt fékszárnya, így hatalmas volt a leszállási sebessége. Ráadásul a hajtómű teljesítményét nem lehetett 62% alá csökkenteni, így észnél kellett lenni az amúgy is hosszú leszálláshoz bejövetellel és a gép letételekor is. A JAK-28-as technikailag egy megbízhatatlan típus volt, ahogy korának számos repülőgépe. Elsősorban a többi, 60-as évek elejé típushoz képest jelentősebb hatótávolsága miatt használták. A típus két fő személyzettel, egy pilótával és egy radarkezelő navigátorral rendelkezett, az egyszemélyes Su-9-11 és a még be nem mutatott Su-15-tel szemben. Ez a típus adta az Isten háta mögötti területeket védő honi légvédelmi hadosztályok és hadtestek úgymond hosszú kezét a korszerűbb típusok megjelenése előtt. Lényegében kényszerből használták, mert nem nagyon volt más helyette. A csúcssebessége 1,7 Mach körül volt. A JAK-28 hiányossága, hogy kis sebességű, alacsonyan repülő célok elfogására a lokátora miatt alkalmatlan volt. Ezért a 70-es évek közepéig a JAK-28P-vel felszerelt ezredek 1-2 százada gépágyus MiG-17 és vagy MiG-19-essel volt feltöltve.
Mivel a kis magasságon lényegében minden bombázó csak szubszonikus sebességgel képes repülni, ezért a régi MiG-ek hatósugara és csúcssebessége is megfelelt ebben a rizskitöltő szerepben. A legutolsó alakulatok a 80-as évek közepén adták le a típust. A katasztrofális Su-9 és 11 párosa helyett szükséges volt egy megfelelő típust hadrendbe állítani, ez lett a Su-15. Annak ellenére, hogy ez egy személyes vadászgép volt, ennek üres tömege meghaladta már a 11 tonnát. A szovjet hajtóműfejlesztés korlátjait jól mutatja, hogy ameddig az amerikai F-106 esetén megoldható volt ekkora tömegű gép két Mach fölé gyorsítása egy hajtóművel is, addig a Su-15-nél két hajtóművet kellett használni. Az is érdekes vonás, hogy az amerikai F-102, F-106 és a hadrendben soha nem állt kanadai CF-105-tel ellentétben egyetlen szovjet honi légvédelmi vadászgép sem rendelkezett belső fegyvertérrel. A Su-15 radarja lényegében a Su-11-esnél is használt RP-11 has továbbfejlesztése lett, az új platform miatt RP-15 típus jelzést kapta. A légiharc fegyverzet is fejlődött, az R-800 továbbfejlesztett változatát az R-98R és R-98T, leánykori nevén R-8M2 rakétákat kapta meg a típus. Ebből az előbbi félaktív radarvezérlésű, az utóbbi infravörös. A légiharc rakéták NATO kód és típus neve AA-3 ANAB. A Su-15-ös nagyon jól megtervezett vadászgépet a botrányosan sikerült Su-9-11-jel szemben, viszont hatótávolságban messze nem felelt meg az 1000 km-es kiírásnak. Szuperszonikus üzemben a hatósugara 295 km volt, szubszonikusan is csak 590. A Su-15-ből 564 darab készült 1966 és 1971 között. A továbbfejlesztett T és TM változatból 1970 és 1975 között 441 példányt építettek. A T változatot csak kiképzési és tesztelési célokra használták, a harci alakulatot csak a TM variáns repülték. A korszerűsített példányok képessé váltak a félaktív R-98MR és az infravörös vezérlésű R-98MT rakéták használatára. A T és TM változat már az újabb RP-26 Typhoon lokátort kapta, emiatt jelent meg a T a repülőgép típus jelzésében. A felderítési távolság Su-16 méretű cél ellen 60-70 km-re nőtt. A TM változat nem csak új radart kapott, de a 70-es évek második felében a kis hatótávolságú R-60 rakétacsalád alkalmazása is lehetségessé vált. Ezeket az R-98M rakéták mellett lehetett hordozni. A típus csúcssebessége kétszeres hangsebesség felett volt két rakétával. A Su-15 az átlagember számára viszonylag ismeretlen, hiszen ahogy a többi honi légvédelmi vadászt, ezt sem vetették be soha a háborúban, és mai szemmel nézve sokaknak elég otromba és esetlen kinézete van a repülőgépnek. Szovjet szemmel a típus sikeresnek volt mondható. A repülős biztonsági mutatói messze meghaladták a Su-9-11 párosét, messze nagyobb harcérték mellett. A Su-15 két incidenssel szerzett magának kétes értékű hírnevet. Először 1978-ban, majd 1983-ban lőttek levele egy-egy navigációs hibát vétő kereskedelmi utasszállítógépet. Az első, a KAL 902 jára szerencsésebb volt, ekkor csak két ember vesztette életét, az utasszállító képes volt kényszerleszállást végrehajtani. A KAL 007 járat esete az ismertebb az átlagember számára. Ennek az incidensnek nem volt túlélője. A lelövés a hidegháború egyik legsötétebb időszakát csak még tovább mélyítette. A típus család megérte a hidegháború végét, de akkor már csak kevés alakulat használta. Egy kevéssé ismert harmadik incidens is történt a típussal. 1981-ben egy határsértő argentin felségjelzéssel repülő Kanada Air CL-44 teherszállítóval ütközött össze egy Su-15, annak elfogása közben, amikor megsértette a szovjet légteret Azerbajdzsán felett. Hogy az ütközés szándékos volt vagy sem, az nem egészen egyértelmű. A nyugati szakértők szerint a pilóta hibázott, és csak saját hibáját akarta azzal palástolni, hogy szándékosnak állította be az ütközést. Ezennel elérkeztünk talán minden idők egyik legkülönösebb vadászgépéhez. Nem egy típusnál elhangzott már, hogy inkább bombázónak néz ki, de a Tu-128-nál mérhetett tömegre és kinézetre is egész egyszerűen tényleg látszik, hogy egy olyan irodat tervezte, akik bombázó tervezésében volt járatos. A repülőgép hatalmas méretét az elvárt 1000 km-es hatósugár indokolta. Egészen egyszerűen máshogy nem volt megvalósítható az elvárt hatósugár. Szubszonikus sebességgel a Tu-128 hatósugara elérte az 1250 km-t. A típust alapvetően a lakatlan és földi radarokkal nem fedett szibíriai és északi tengeri légterekre tervezték, ahol önálló célfelderítés és célleküzdést kellett megvalósítani. Ami viszont meglepő, hogy még ez a hatalmas méretű gép sem rendelkezett belső fegyvertérrel,
Hiába volt bombázószerű kinézete. A szárnyak alatt hordozta 2-2 darab R4 rakétát, melyek lehettek infravörös vagy radarvezérlésűek is. Ez volt az első szovjet látóhatáron túl is alkalmazható légiharcrakéta, amit eleve úgy terveztek, hogy félaktív lokátoros és infravörös irányítású változata is legyen. A rakéta NATO kód és neve AA-5S. A rakétát kizárólag a TU-128 számára tervezték, soha semmilyen más típus nem alkalmazhatta. A hozzá tartozó RP-28 tornádó, orosz 20 match, NATO kód nevén a Big Nose, kétsávos radar alapként szolgált a későbbi honi légvédelmi vadászgépek radarjainak tervezésénél is. Egy TU-16 méretű célpont felületési távolsága kb. 50 km volt. Az 1000 km-es hatósugár csak a csúcssebesség csökkentésével volt elérhető. Ameddig a Su-11 és Su-15 képes volt a kétszeres hangsebességre, addig a TU-128 csúcssebessége rakétákkal csak 1,6 Mach körül volt, ahogy a JAK-28P-nek. Még a Mach 2 csúcssebesség elengedése ellenére is 24,5 tonna üres tömegű lett a típus. A TU-128-ból a kevés kiképző változattal együtt 1964 és 1971 között 199 darab készült. Ezt a típus csak 5000-et használta, a legyártott szerint darabszámnak köszönhetően. A 80-as évek második felében a MiG-31-esre váltották le őket, kivéve egy ezredet, amit MiG-25P-re fegyvereztek át 1975-ben. Ezzel nagyjából eljutottunk a 60-as évek végéig. A következő epizód innen folytatódik, ahol a később hadrendbeállt és használt típusok bemutatása mellett azok képességének számszerű bemutatása is megtörténik. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy értesülj a legfrissebb tartalomról és hírekről a csatornával kapcsolatban. Ez utóbbit megteheted a csatorna Facebook oldalán is. Ha bejön a tartalom és érdemesnek találsz rá, támogathatod a csatornát annak Patreon oldalán, vagy akár YouTube felületén feliratkozással, a videó alatti szuperköszönet gombbal vagy PayPal-on keresztül is. A csatorna tagságért cserébe korai hozzáférés, extra tartalom, beszámoló az előadásról, illetve a csatorna tartalmával kapcsolatos szavazások várnak hozzáférhetővé. Ez idáig számtalan támogatói extra anyag készült, ezek tartalmát a videó alatti linken olvashatod.